Jó estét, jó napot ahhoz képest, hogy mikor néznek bennünket adásban vagy ismétlésben. Schwab Richard gasztroenterológus a vendégem ismét, jól ismerik már őt. Az apropó, amiért ide kérettem, az az, hogy láttam egy óriási nagy plakátot, ami hirdetett egy új könyvet. Az új könyv az az áteresztő bélszindrómáról szólt, és gondoltam ahelyett, hogy megvenném a könyvet, inkább megkérem, hogy jöjjön és beszéljünk róla. És ahogy összetalálkoztunk, nagyon lelkesen azt mondta, hogy van egy sokkal érdekesebb dolog itt, a magas vérnyomás és a belek, és akkor már megtörtem, és gondoltam, hogy akkor ez nem áteresztő bélszindrómás meeting lesz, vagy nem csak az lesz, de azért legyen az, hogy amit én szeretnék tudni, arról is beszélünk, és ami fontos és új, arról is beszélünk. Újabb az áteresztő bélhez képest a magas vérnyomás és a bélrendszer összefüggése? Nagy optimális a helyzet, ugyanis a kettő összefügg. Igen? Igen. Tehát az áteresztő bélszindróma ma az egyik legizgalmasabb téma a gasztroenterológiában, és hogyha egy dolgot szeretnék kiemelni ezzel kapcsolatban, vagy egy nagyon egyszerű módon szeretném összefoglalni, hogy miért is jelentős ez, mert úgy tűnik, hogy ez egy nagyon fontos góc lehet gyulladásos betegségek vonatkozásában a szervezetben. Tehát nem gondoltunk eddig arra, hogy a bél gócként szerepelhet, és gyulladásos gócként. Ezeket a gócokat kerestük a fogban, kerestük fülorgégészeti vonatkozásban, stb. De valahogy a bélre nem gondoltunk, és ennek nagyon egyszerű metodikai oka van, hogy ez miért csak 10 éve kezdődött el, mert hogy akkor publikálták a humán mikrobiom projektet, és kiderült, hogy amit korábban tenyésztéssel véltünk a bélflóráról tudni, annak a fele sem igaz. És ennek az a nagyon egyszerű oka, hogy a bélen belüli környezet az oxigén hiányos, a széklet miután produkáltuk, utána az egy oxigénben gazdag. Tehát jellemzően azok a baktériumok, amik egyébként már a produkált székletből tenyésztéses eljárással detektáltunk, azok a bélben pont fordítottan rendkívül alulreprezentáltak jellemzően. Hol ott kellene legyenek, mert az attól nem, jobban élnénk? Nem, ez egy fals mérési eredmény volt. Ja. Mert hogy egyébként anaerob környezetben élő baktériumok, amint a széklet tartályba kerültek, ugye oxigénben szegény vagy oxigénben gazdag környezetben, akkor már nem nőttek tovább, tehát amikor a tenyésztés elkezdődött és folytatódott, akkor gyakorlatilag addigra ezek már evolúciósan alulreprezentáltak voltak, mert hogy oxigénben gazdag. Az oxigéntől kimúltak? Tehát, így van, így van. Miközben a bélben meg vidáman okoztak problémákat. És ez azért nagyon érdekes, mert ugye a DNS alapú kimutatásban nem szükséges, hogy ezek tovább éljenek, hanem abban a pillanatban, amikor kijöttek a végvérnyiláson, igen, abban a pillanatban veszünk egy mintát, ami úgy néz ki, mint a COVID minta, betesszük egy DNS megőrző oldatba, és onnantól fogva gyakorlatilag ez a genetikai új lenyomatuk, ez tartós. És innentől fogva kiderült, hogy mondok egy nagyon egyszerű dolgot, a kóli volt az egyik alap baktérium, amit úgy gondoltuk, hogy része a flórának, és kiderült, hogy ez például egyáltalán nem, sőt, nagyon patogén a kóli, csak azért nem feltételeztük, hogy patogén, mert a széklettenyésztésből mindig is azt láttuk, hogy abból rengeteg van mindenkinek. És nem, ma már látjuk, hogy egyébként, hogyha a valós környezetben DNS alapon vizsgáljuk, akkor az egy súlyos patogén kórokozó lehet, nem obligát patogén, de kórokozó patogén lehet. De nem is látjuk olyan gyakran, mint a széklettenyésztésben korábban. Tehát, hogy innen indult az egész dolog, hogy lett egy új metodika, egyébként az orvostudományi innovációk rendszeresen úgy indulnak, hogy egy teljesen új megközelítés, így volt a CT-vel, az MR-re, de még a mikroszkóppal is, és a fertőző betegségekkel is. És gyakorlatilag, hogy visszatérjünk az áteresztő bélre, elkezdtük tudni vizsgálni azt, hogy egyébként, ha átereszt a bél, mi az, ami át tud jutni. Tápanyag antigének vonatkozásában mondjuk a glutén az egy régóta ismert kockázati tényező volt, de hogy pontosan milyen baktérium törmelékek jutnak át, hogy ennek van jelentősége. És bemennek a véráramba? Tehát így van. Véráramba? Abszolút. És ez a baj? Tehát ez a baj forrása? Hát megbeszéltük, hogy nem fogunk ma vastagbélrákról beszélni, de most itt nem igen, tudom megállni, hogy nem mondjam el, hogy például a vastagbélrák kialakulásában úgy tűnik, hogy két baktérium együttműködése kialakít az iniciátor tényező. Ebből az egyik baktérium megeszi azokat a bélhám sejtek közötti
cipzárfehérjéket, ami lehetővé teszi, hogy így bejutnak a bél barrier alá, tehát a bél hámot védő réteg alá, és ott egy olyan gyulladásos gócot tudnak képezni, ami mutációkat okoz, és ez a mutáció végül polipokhoz, daganatokhoz vezet. De állatmodellekben kiderült, egy tumorszupresszor gént hordozó, tehát... Ami elnyomja a tumor fejlődését, hát, ugye? Ugye? Az a gén. Az a gén lenne, de ugye ez a hiba. Egy tumorszupresszor gén hibát hordozó állatban könnyebb kialakítani a daganatot, és a vastagbél rákokban egy nagyon jellegzetes tumorszupresszor génhiba majdnem mindig jelen van, nagyon nagy százalékban van jelen, ez az APC nevű gén. És hogyha állatokba beviszik ezt a gént, akkor kiderült, hogy egyébként bélflóra nélkül nincs daganat. Tehát egy normál bélflórájú állatban, hogyha ezt a gént beviszik, akkor mindegyik állatban kialakul a vastagbélrák. De hogyha bélflóra nélkül vannak, akkor nincs vastagbélrák. És az az érdekes, hogy megnézték, hogy két baktérium egyébként elég volt a vastagbélrák kialakításához. Ebből az egyik volt az, ami a barrier funkciót teszi tönkre, a másik pedig, ha nincs barrier funkció, akkor le tud jutni a kripták mélyére, ahol az őssejtek vannak, és ott megvan az a citokin konkrétan, ami, tehát az a gyulladásos mediátor, amin keresztül ezt okozza. Ezt nem vagyok benne biztos, hogy ez követhető ez a rész már, és hogy ne veszítsük el az összes olyan nézőnket, aki egyébként akarna a bélrákról tudni, igen. De ezek azok a részletkérdések, amiket már szerintem laikusként nem nagyon tudunk követni. Tehát abba a határba, ami nem engedi impregnáló réteg. Ebbe az impregnáló rétegbe ezt teszik tönkre ezek az egyik baktérium tönkre teszi az impregnáló réteget, és a másik baktérium, hogyha már nincs impregnáló réteg, akkor le tud menni a szövetek mélyére, tehát egy kabátra gondolom, annak a mélyére, és akkor ott ezt ki tudja, tehát ki tudja fejteni. És ott alakítja ki a daganatot. Ezt azt a gyulladást, ami aztán daganattá alakul. Nagyon jó. És ezt azért tudjuk, mert ez a bizonyos IL-17-nek hívják ezt a gyulladásos citokint, ezt a jelátviteli molekulát, ami az egyik nagyon fontos a daganat képződés szempontjából. Ha ezt kiütöttük az állatban, illetve kiütötték az állatban, és a tumorszupresszor gén mellett IL-17 génje sincs, akkor hiába viszik be a két baktériumot, nem alakul ki ugyanúgy a vastagbélrák. Tehát nem egy karcinogén, tehát egy mint a kátrány a dohányzás vonatkozásában, egy ilyen egyszerű kátrányszerű anyag ez, ami aztán majd mutációt csinál. Ez nagyon célzottan tud egy olyan gyulladást csinálni, mi tudjuk konkrétan, hogy daganat képződéshez fog vezetni, abban az esetben, ha nincs tumorszupresszor, ha károsodott a tumorszupresszor gén. Tehát, hogy az áteresztő bél mi mindent tud csinálni, például daganatot is tud képezni, és itt ebből én úgy gondoltam, hogy ma azért beszélünk a magas vérnyomásról, mert az tényleg ma minden harmadik felnőtt embert érint a nyugati világban, Magyarországon igen. is. És ugye eddig az volt a gondolat, hogy ha a magas vérnyomást megfelelő gyógyszerekkel kezeljük, és maga a vérnyomás érték rendben van, akkor ez a kockázat kezelhető. Most kiderült, hogy ugyan csökken a kockázat ahhoz képest, mintha nem kezelnénk a magas vérnyomást, de azért nem nullázódik le. Hát pontosan tudjuk, hogy úgy is kapnak sztrókot, hát azért egyébként szabályozott a vérnyomásuk gyógyszerrel. És akkor volt egy ilyen gondolat, hogy biztos nem jól volt beállítva, de azért pontosan tudjuk, hogy van, akinek jól be van állítva, és tulajdonképpen semmilyen magyarázat nincs, és a lényeg az, hogy kiderült, hogy az ér falakban alakul ki, a bélből kiindulóan egy olyan gyulladás, ami a magas vérnyomáshoz vezet. És ez a bélből indul ki, az esetek nagyon nagy részében. Minden a bélből indul ki. Hát ugye azért mondom, hogy minden tudom, a bélből. Tudom, hogy óriási felület, és hogy ez már önmagában meghatározó. Alul reprezentált felület volt. Inkább úgy mondom, hogy nagyon keveset tudtunk róla, most hirtelen azáltal... Az elmúlt 10 évben minden a bélről igen, szól. Tehát lett egy mikroszkópunk, és bele tudunk nézni, kiderült, hogy hát ugye egy csomó dolog, amit eddig ugye nem tudtunk hova kötni az orvostudományban, kiderül, hogy végül is ez valahogy innen indul. És ez bebizonyosodott? Vagy ez most egyelőre egy hipotézis? Nem, ez annyira bebizonyosodott, erről rengeteg közlemény van az elmúlt 10 évben, tényleg rengeteg közlemény. Tehát kutatási és kísérletes módon, vagy kísérletes vonatkozásban ezt már tényleg az elmúlt 10 évben nagyon pontosan lehet tudni, hogy hadd mondjak ehhez egy érdekes példát. 80 ezer betegen megvizsgálták, hogy egyébként a kardiovaszt, tehát a szív- és érrendszeri halálozás, tehát nem valami puha végpontok, hanem a halálozás és egyébként a daganatos halálozás
vonatkozásában a legérzékenyebb jövendőlő tényező, predikciós tényező, amit laborban lehet mérni, az egy gyulladásos marker, egy háziorvosi gyakorlatban is mérhető gyulladásos marker, ez a CRP érték, ennek is a szuper érzékeny formája, a HS-CRP érték. Tehát, hogy magyarán nem a koleszterin szint, nem a tumormarkerek így ugyanúgy, effektíve a gyulladás. Tehát, ha gyulladás mentesíteni tudjuk a szervezetet, az a legbiztosabb módja annak, hogy megelőzzük. Hajrá! Na most ez az érdekesség, hogy ha ez a bél impregnáló réteg tönkre megy, ez egyébként ez nem csak az impregnáló réteg, hanem fogalmazunk úgy, hogy ha rajtunk tönkre megy a kabát, aminek a kabátnak egy része a kabáton lévő impregnáló réteg, a kabátnak a része maga a szövet, az a cipzár, ami a kabátot zárja, annak a cipzárnak nem mindegy, hogy milyen az anyaga. Tehát, hogyha egy ilyen ultra-szuper, hegymászó, Gore-Tex kabát van rajtunk, akkor az nagyon jó meg fog védeni minket a hideg téli esőktől is. Most van arra Azzal születünk egyébként egy ilyen Gore-Tex-el? Most az az érdekes, kiindulópontként ilyen jó a helyzet, aztán elrontjuk, vagy kiindulópontként sem jó? Kiindulópontként sem feltétlenül ilyen jó. Tehát van, aki Gore-Tex kabáttal születik, van, aki egy kicsit gyengébb minőségű kabáttal, és pont ez a genetikai sokszínűség az, ami meghatározza, hogy egyébként ebből az adott genetikai típusból lesz-e betegség vagy sem. Most ugye nagyon érzékletes példa, hogyha mondjuk egy Himalájára tervezett kabáttal valaki mondjuk Szicíliában él, az nem feltétlenül szerencsés minden kombináció, esetben. Igen. Tehát, ugye így működik az evolúció. Tehát, hogy valaki könnyű tavaszi kabátot örököl, valaki Himalaya expedíciós kabátot örököl, és akkor attól függően, hogy változik a klíma, majd kiválasztódik az az egyed, aki a legsikeresebb lesz a változó környezet mellett. Tehát csak az nagyon fontos, hogyha egyébként tudjuk, hogy ma már tudjuk, hogy egy ilyen állatkerti környezetben élünk, nem a természetes környezetünkben, és itt próbálunk egészségesnek maradni, itt nagyon nem mindegy, hogy egyébként mit örököltünk a szülőktől, tehát van annak értelme, hogy felmérjük ennek a genetikai kockázatát, és van annak is értelme, hogy megmérjük, hogy így egyszerűen fogalmazzak, az áteresztő képességét a kabátunknak. Na most ugye nem mindegy, hogy ezt Szicíliában kell tennünk, amikor gyakorlatilag alig van eső, és ez nem jelent nagy kockázatot, vagy mondjuk Hollandiából rengeteg eső van, de hideg nincs, vagy Norvégiában, ahol hideg is van, eső is van, ón is van, stb. Nagyon jó, mármint, hogy nagyon, nagyon élvezetesek a példák. Mi a teendő akkor, hogyha az ember egy átlagkabátot örökölt, tehát, hogy nincs különösebben felvértezve? Honnan tudjuk, inkább az a kérdés, hogy honnan tudjuk, hogy átlagkabát? Hogy nincs tünete semmire, bármit megeszik. Hát pont az a lényeg, hogy van. Tudjuk, hogy magas a vérnyomása. Ja. Az a példa vonatkozóan mit jelent? Azt tudjuk, hogy állandóan nedves az oknink. Valamiért állandóan nedves rajtunk a kabát. Hát mi történik, hogy nedves rajtunk, miközben a legjobb barátunknak, vagy a kollégánknak tök csontszárazon érkezik minden nap a munkahelyére, és azt mondja, hogy semmi gond, én meg állandóan vizes vagyok. Magyarán ugyanazt teszi mondjuk a mellettünk levő a szomszéd, a barát, a rokon, mint mi, ő is szokott néha bort inni, ő is eszik vöröshúst, még sincs magas vérnyomása, én meg bezzeg, magas vérnyomásom van, picit el is híztam, pedig megteszek mindent, ő nem sportol, én sportolok, hát ez teljes káosz. Hát az a helyzet, hogy nem azonos kabátot örököltünk, nem azonos környezeti toleranciája van ennek a bizonyos kabátnak, tehát miközben ő nyugodtan megihat egy pohár vörösbort egy héten kétszer, én elképzelhető, hogy nem ehetek meg. Most az elképzelhetőnél annyival vagyunk beljebb, hogy ezek a paraméterek mérhetők, és ezt most úgy hívjuk, hogy egy kockázati mátrixot tudnak ebből definiálni. Miből állítják fel a mátrixot? Az egyik maga a bél mikrobiom. Tehát kell egy székletminta. Igen, kell. Én inkább azt mondom, először azt kell tudni, hogy magas a vérnyomás. Igen, mondjuk tudjuk. Tehát, hogyha nagyon tudjuk, hogy valakinek... Nagyon sok embernek igen, magas. Tehát magas a vérnyomás, és kezeli. Az azt jelenti, hogy ott van a gyulladás, tehát ő a stroke kockázatát, vagy a szívinfarktus kockázatát azzal tudja még tovább csökkenteni, hogyha úgy csökkenti le a vérnyomását, hogy el kelljen hagyni a gyógyszereket. Ez nagyon fontos, hogy nem onnan indul a dolog, hogy elhagyjuk a gyógyszert, hanem onnan indul, hogy olyan életmód intervenciókat tervezünk ez alapján, a kockázati mátrix alapján, aminek kapcsán ő neki 3-6-9 hónapon belül az összes létező gyógyszerét kénytelen elhagyni, mert olyan
úgy hívják ezt csúnya orvosi szaknyelven, hogy ortosztatikus hipotóniát okoz, tehát felül a székből, elsötétedik minden, meg kell kapaszkodni, úgy lemegy a vérnyomása. Tehát ez nem egy láthatatlan dolog, amikor egy vérnyomás csökkentő hatása szükségtelenné válik, vagy szóval túlságosan leviszi a vérnyomást, vagy túlságosan leviszi a pulzust, az azt jelenti, hogy ez a gyulladás megszűnik, akkor szükségtelenné válik a kezelés. Isteni, mit kell csinálni ennek érdekében? Ezt a kockázati mátrixot kell azonosítani. Igen? Ebből a következő lépés az, hogy meg kell nézni ezt a bizonyos HSCRP szintet, egyébként nyilván meg kell nézni a koleszterin szintet. Tehát, is. Hogy a gyulladás előidéző faktor, hogy van. Tehát a háziorvoshoz, így van, el kell menni a háziorvoshoz. Vérvétel. És ott egy vérvétellel tisztázni kell egyébként az alapparaméterei közöttük a CRP értéke, a koleszterin szintje hogy alakul. De a CRP az nagyon fontos, tehát nem az a kérdés, hogy most ő szed egy gyógyszert koleszterinre vagy sem, és a target tartományban van-e, hiszen arról pontos adataink vannak, hogy irracionális mértékben tovább és tovább és tovább csökkentett koleszterin és vérnyomás szintekkel még mindig tovább csökkenthető a halálozás. Csak ugye azt nem vettük figyelembe, egy már teljesen más paraméter, hogy mi van akkor, ha gyulladásmentesítettük a szervezet. Kell-e akkor is vérnyomást csökkenteni? Hát erre még nem adta meg a tudomány a választ, de én intuitíve azt mondom, hogy biztos, hogy nem. Tehát abban az esetben, hogyha egyébként valakinek helyreáll a vérnyomása és a koleszterin szintje gyógyszermentesen, annak teljesen értelmetlen tovább csökkenteni természetesen gyógyszerekkel mind a koleszterin szintjét, mind a vérnyomását, de hivatalosan ezt nem mondhatom, mert ezt a vizsgálatot még nem végezték el. Kétséges is, hogy valaha elvégzik, de legalább, hogyha egymással szembeállítják azt a két csoportot, hogy a célértékekre kezelt, ezt így hívják szép magyar kifejezéssel, tehát magas vérnyomás és koleszterin szint versus életmód intervencióval tökéletesre beállított vérnyomás és koleszterin gyógyszermentesen, melyik betegcsoport fog hosszabban élni és jobb életminőségben, én teljesen biztos vagyok, de még csak én mondom ezt szakértői véleményként, hogy a gyógyszermentesen helyreállított csoport lesz jobb. Jó, de akkor induljunk ki abból, hogy magas az a gyulladásos faktor. Az embernek, hogyha elment a házi orvosához, és megnézték a vérképét, és igen, ezt a gyulladásos faktort magasabbnak találják, igen, akkor a következő felvonás micsoda? Ezt a gyulladást hogyan csökkentik? A következő felvonás, hogy meg kell néznünk a bél átresztő képességét, ez egyébként Magyarországon rutin laboratóriumi körülmények között már mérhető, most egy-két éve mérhető paraméterek, tehát ez már mindenütt elérhető, Magyarországon ezt nyugodtan mondhatom, az egész országban vannak nekünk is betegeink, tehát nem is kell föltétlenül hozzánk se ezért eljönni, de ezek megmérhető paraméterek, és ez alapján be tudjuk osztályozni tudjuk a páciens, hogy milyen mértékű az áteresztő képesség változás. Hogyan mérjük egyrészt az áteresztő képességet? Mivel? Milyen módon? Ezek olyan, végül is a indirekt paraméterek, ez az előző gondolatot még egy mondatot hadd mondjak, és akkor könnyebb szerintem utána tovább folytatni. Tehát az egyik maga az áteresztő képesség, és ennek a következményes, gyulladásos konzekvenciái. A másik pedig maga a sérülés. Tehát egy külön markerrel lehet azt mérni, hogy most éppen zajlik-e sérülés, és egy másik markerrel mérhető, hogy egyébként a már megsérült bélfalon keresztül milyen mértékű az áteresztő képesség. Na most, lehet, hogy kicsit túl sok lesz az információ, azért akartam így alanyállítmánytárgy lépésről lépésre haladni. Tehát az egyik, a sérülésre vonatkozó jel az egy zonulin nevű fehérjének a székletbe jutása, illetve egy másik, egy calprotectin nevű fehérjének a székletbe jutása, ami a gyulladást reprezentálja. Ezek egymástól független tényezők, tehát nem csak gyulladást tudja az áteresztő képességet növelni, tehát nem csak egy aspecifikus gyulladás, hanem vannak kifejezetten olyan baktériumok, amik arra specializálódnak, mint a vastagbélrák példánál is említettem az előbb, hogy megeszik ezt a barrier struktúrát, és tulajdonképpen szinte jelentéktelen mértékű gyulladás mellett is nagyon jelentős áteresztő képességzavart tudnak csinálni. Tehát ezt külön kell mindenképpen vizsgálni, és van olyan is, amikor tulajdonképpen egy ilyen, ezt a keltre vetítve úgy szoktuk mondani, hogy azok a baktériumok, amik így szinte észrevetlenül okoznak nagy bajt, azok az ilyen gyilkos galóca típusú baktériumok, hogy egy-egy kis egy gomba is óriás problémát okozhat, hogyha ugye a kertünkben van és véletlenül hozzáérünk, vagy akár a szánkba kerülne. És vannak azok, amiből egy darab mondjuk a parlagfű nem okoz gondot, de hogyha nagyon nagy tömegben túlszaporodik, erre mondjuk azt, hogy ez nem egy specifikus hatás, hanem a specifikusan egyszerűen gyulladást kelt a szervezetünkben azáltal, hogy a barrieren átjutva
ugye nagyon nagy tömegű bakteriális, tehát nem emberi szövet eredetű, hanem egy egysejtű, eredetű antigénfehérje ingert jelent, és azt gondolja, ebből azt dekódolja a szervezetünk, hogy biztos valamilyen baktériás invázió van. Most azok a baktériumok tudnak ilyen aspecifikus gyulladást csinálni, amik egyébként nagyon ellenállóak, tehát a parlagfű sem véletlenül hívják parlagfűnek, tehát a parlagon hagyott egyébként sérült ökoszisztémákba is nagyon ellenálló módon ezek a gyomok tudnak ugye túlélni, a kultúr, mondjuk a havasi gyopárnál lényegesen jobb túlélési képességgel rendelkezik a parlagfű, tehát amikor ilyen parlagfű mező alakul ki egy sérült ökoszisztémában, mert mondjuk az illető rengeteget stresszel, sohasem mozog, rosszul alszik, össze-vissza junk foodot eszik, stb., akkor jellemzően a havasi gyopár típusú baktériumok számára, és most mondhatok ilyet, mint az Ackermansia, hogy konkrétan ezt a havasi gyopárt megfeleltethessük, például az Ackermansia típusú baktérium, vagy a fekáli baktérium, Prausnitzi, ezek olyan baktériumok, amiről ha nagyon magas százalékban vannak jelen, azt látjuk, hogy nagyon sős ökológiai sérülés biztos, hogy nem érte, tehát antibiotikum, stb. Az adott bélflórát, mert ezek azok, amik ilyenkor első körben eltűnnek. Tehát magyarán lehet az, hogy egy ilyen parlagfű típusú gyulladás van, lehet az, hogy egy ilyen gyilkos galóca típusú gyulladás van, de a következménye az, hogy áteresztőbbé válik a bél. Most ennek a... Ezt a székletből állapítják meg? Tehát székletmintát kell... Székletből meg lehet mondani, és akkor a következményes gyulladás, ez nagyon fontos, hogy ez nem oka a problémának, hanem a következménye, hogy amikor nagyobb mennyiségű antigén jut át a bélfalon, akkor jellemzően hisztamin szabadul föl, és az utolsó 10 évben szintén hát nagyon sokat hallani az úgynevezett, korábban úgy hívták, hogy hisztamin intolerancia nevű jelenségről, ami szerintem egy fából vaskarika, ugyanis azt sugallja, hogy valaki érzékenyé válik a hisztaminnal szembe, de hát mindannyian érzékenyek vagyunk a hisztaminnal szembe, hiszen ez maga egy gyulladásos mediátor. Tehát ez szerintem inkább hisztaminózisnak kéne hívni, tehát magas hisztamin szinten járó gyulladás, ami egy másodlagos következménye annak, hogy áteresztőbb valakinek a bele. Tehát nem arról van, ez azért volt, mert elkezdték is azért, ilyen hosszú bevezetővel mondtam, hogy van egy deaminoxidáz nevű enzim, egy DAO enzim, amit a vérből mérnek, és sokáig azt gondolták, hogy a laktázhoz hasonlóan, hogyha nincs laktáz enzimünk, akkor ugye laktózintoleránsak leszünk, tehát ha alacsony ez a DAO szintünk, akkor nyilván intoleránsak leszünk a hisztaminra, mint ahogy alacsony laktáz mellett intoleránsak leszünk a laktózra, csak ez egy rossz párhuzam, és teljesen rossz gondolkodásmód közben kiderült. Mert hogy a DAO esetében ez egy másodlagos tényező. Tehát, hogyha áteresztőbb a bél, átjutnak gyulladáskeltő anyagok, felszabadul a hisztamin, ami egyébként mindenkiben, ha felszabadul a hisztamin, ugyanazokat a tüneteket. És mit okoz a felszabadult hisztamin? Hát, vagy az felszaporodott hisztamin? Vagy? Annak rengeteg, ugye ez egy nagyon általános gyulladást keltő ágens a szervezetben, általában az allergiás gyulladásos reakciókhoz kapcsolódik, légúti allergiákhoz, asztmatikus tünetekhez, és hogy egyszerűen fogalmazok, minél távolabb ható gyulladást és hisztamin felszabadulást tud a bél is akár mint góc kialakítani, ez egyébként légúti asztmatikus panaszokat is tud okozni, de ez sem, hogy mondjam, titokban és sötétben, itt is van egy másik biomarker, amit tudunk mérni, egy Total IgE nevű biomarker, ami szintén vérből nézhető, tehát az első körben azt nézzük meg a DAO enzimmel, hogy egyébként a szövetek közé jutó hisztamin milyen mennyiségben emésztette föl, vagy hogy mondjam, használta el ezt a DAO enzimet. Ez is egyébként egy jól ismert, az orvostudományban jól ismert jelenség, amikor egy felhasználási alulkínálat alakul ki, ezt konszumpciós hiánynak hívják, tehát amikor azért alacsony a DAO szint, mert elhasználódott a DAO. Nem azért, mert genetikusan kevesebb van, és ezért váltunk. Tehát az ok-okozat összefüggését itt az elmúlt 10 évben nagyon sokan félreértették, és itt tankönyvszerző, vagy akár cikkíró orvosokról is beszélek, vagy kutatókról beszélek. Én azt gondolom, hogy ma már ez egyértelművé vált, publikáltuk mi is, azt hiszem tavaly, igen, tavaly jelent meg magyar nyelven is erről már egy cikkünk, ahol ezt körbejártuk, és ebben nagyon nagy klinikai tapasztalatunk van, hogy ez igenis helyreállítható. Tehát célzott diétával ez a bizonyos DAO szint elkezd fölfelé kúszni. Ez egy, ugye azt feltételező, hogy megszűnt a károsító tényező, ott maradtak még a lyukak,
Tehát azzal, hogy hogy a károsítás megszűnt, az nem azt jelenti, hogy holnaptól az rendben van, azt még be kell gyógyítani. Akkor a begyógyításnak feltétele, hogy átmenetileg úgy kell megválasztani a táplálkozást is, és a bélflórát úgy kell módosítani, hogy ne jusson át annyi gyulladásos mediátor, ami egyébként a lyukas bél mellett megakadályozza ennek a regenerációját. Létezik olyan diéta, vagy olyan módon összeállított étrend? Személyre szabad. Mindenki azt kéri, hogy akkor írjuk le a mi protokollunkat. Hát nem a mi protokollunkat tudjuk leírni, hanem az illető... Kovács Géza protokollját lehet leírni. Úgy, hogy a széklet mintájából, a vérképéből egy mátrixot állítanak föl, amit csak őre vonatkozik, és akkor ehhez képest mondják meg, hogy mennyi brokkolit tegyen, és mennyi joghurtot, vagy hogy egyáltalán. Azért ezen belül már akkor vannak sémák, tehát nagyon fontos azt látni, hogy... Hát ez megnyugtató egyébként. Igen, tehát nem ennyire van bonyolult. Van egy szisztéma. Tehát egyébként ezt is publikáltuk, már az orvos továbbképző szemlében azt hiszem 2,5 évvel ezelőtt megjelent egy kommentár cikkünk a kollégáimmal, és ezt nagyon hosszan leírtuk, hogy milyen probiotikus, milyen prebiotikus stratégiát, milyen esetben mit szoktunk választani. Tehát ez, a pre úgy, és a pro között mi a különbség? A probiotikum az maga a baktérium, a prebiotikum... Amit beviszek, mert megvásárolom. Igen, a prebiotikum pedig olyan, hogy mondjam, célzott élelmiszer, fogalmazunk így, vagy tápszer, amivel bizonyos baktériumok evolúciós előnyét biztosítani tudom más baktériumokkal Értem. És a kettő együtt alkalmazása az a tuti jó a bélnek? Hát vagy én nem? Azt gondolom, hogy a világ abba az irányba megy, hogy célzottan kell mindent alkalmazni. Tehát bizonyos, tehát olyan, ez a probiotikumokat úgy kell elképzelni, mint egy desszant hadsereg. Tehát van több ezernyi baktérium, amit pótolni kéne, most azt, hogy nagy mennyiségben beviszünk egyet, kettőt, hármat, az nyilván nem fog csodát tenni, tehát nem tudja a legfontosabb paramétert helyreállítani, magát a diverzitást. Sőt, arra is vannak adatok, hogyha egyébként kvázi csak így vakon egy antibiotikus kezelés után adunk probiotikumot, az a normál diverzitás helyreállítását, a fajgazdagság visszaállítását lassítja. Tehát nem, hogy gyorsítaná, hanem lassítja. Tehát miközben elképzelhető, hogy ezt a parlagfűmező gyorsabban elrejtja, de igazából az életmód és a prebiotikumok helyes megválasztásával van, akinek jobb, van, aki ezzel jobban jár. Természetesen, amikor egy rendkívül lepusztult környezetből indul ki egy antibiotikus kezelés, és ott egy komplett parlagfűmező van, annak a kockázata, hogy abból egy nagy gyommező alakul ki, az nagy, annál jobb, mint hogy a befüvesítjük. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a parlagon hagyott terület helyett egy gyönyörű gyepet, egy ilyen ellenálló sportgyepet csinálunk a probiotikummal, és akkor utána egy célzott életmód táplálkozás intervencióval helyreállítjuk az eredeti állapotot. De visszatérve, azért szeretnék csak a magas vérnyomásra egy picit visszatérni, mert azt gondolom, hogy ennek tényleg igazán népegészségügyi jelentősége van. Mindenki, aki most hallgatja ezt az adást, az egy nagyon fontos take home message, hogy igenis gyógyszermentesíteni lehet a magas vérnyomását, és hogyha a stroke és a szív- és érrendszeri kockázatait le akarja nullázni, akkor az az út, hogy olyan célzott életmód intervenciókat kell csinálni, aminek kapcsán ez elhagyhatóvá válik. Egyértelműen minden háziorvosi praxisban gyakorló orvos kollégák számára. De amiről beszél, az azért nem olyan egyszerűen megugorható, bár elméletileg mindenki inkább szeretne életmódot váltani, hogy elhagyhassa a gyógyszert, de ez a modell azért nem nagyon működőképes általában, mert nem lehet kicserélni az életkörülményeket, meg az élethelyzeteket. Általában. Hát én azt gondolom, hogy ha ez általában igaz, és amikor azt mondja, jönnek hozzánk is páciensek, és azt mondja, hogy hát igen, de nekik az baráti összevetek minden héten úgy kezdődnek, végződnek, hogy isznak egy pohár bort, tehát most egy pohár boron ez nem múlhat, van, akinek múlik. Tehát azt kell tudni, hogy egy pohár bor 30%-kal növeli az áteresztő képességet a bélben, és azért, mert a pont úgy, mint ahogy az alkoholnak van egy ilyen zsíroldó hatása, ez egy ilyen zsírréteg gyakorlatilag leegyszerűsítve, ez az impregnáló réteg a bélen, amit egyszerűen ez leold, fizikokémiai módon egyszerűen leold. És ilyenkor nagyobb mennyiségben tudnak átjutni a kóros antigének. Van még egy nagyon fontos tényező, hogy a húsfogyasztás, főleg vörös húsok. Ugye nagyon régóta tudjuk ennek a hatását, összefüggésbe hozták koleszterinnel, mindennel, nem ez a helyzet. Pontosan lehet tudni, és azért merek erről nyugodtan beszélni, mert hatalmas, nagyon komoly nemzetközi tanulmányok írják ma már le, hogy a húsból egy bizonyos baktérium a bélben, ha van, nem mindenkiben van,
de ha ez van, akkor egy úgynevezett egy trimetilaminoxid nevű T-MAO vegyület képződik, és ez a T-MAO vegyület felelős azért, hogy az érfalakban a gyulladás ki tud alakulni. És azért akartam itt a témáon keresztül az érfalakra is áttérni, mert azon túlmenően, hogy a gyulladásos góc az a bélben van, végül is a gyulladás az az érfalakban alakul ki, és az érfalban lévő gyulladás teszi rugalmatlanná úgy az eret, hogy ez a rugalmatlanság végül is magas vérnyomásban manifesztálódik. És amikor ez a gyulladás és az érfal kiszélesedés megszűnik, és ez 20 év kezelés után is megszűnik, ez a csodálatos hír, ez meg tud szűnni, amikor ez meg, hihetetlen milyen regenerációra képes a szervezetünk, amikor ez megszűnik, akkor helyreáll a normál vérnyomás. Tehát ne adja fel senki, aki 20 éve szedi egyébként a vérnyomás csökkentőt, hogyha kivizsgáltatja a székletét és a vérét. Azért hadd mondjak, nem ez lenne az üzenet. Mi az üzenet? Ha megengeded, még az érfalakról egy picit hadd beszéljek, és akkor utána, ha még annyi, van 5 percünk, akkor elmondanám, hogy szerintem mik az alapintervenciók, amit a Pareto elv szerint az emberek 80%-ában működni fog így is. Így távgyógyítás formájában. Igen. Tehát a lényeg az az, hogy az érfalakat úgy kell elképzelni, hogy van egy belső hám rétegük, ezt úgy hívják, hogy endotél. És van egy külső izmos rétegük, ami ugye ami az összehúzódást, tehát az alkalmazkodást szolgálja. Most a kettő között ugye ez könnyen látható, hogy a tágulás összeszűkülésnél ez a két réteg elválna egymástól, ha nem lenne egy térhálós mátrix szerkezetű intima réteg a kettő között, ami ezt összetartja. Uh-huh. Most a probléma magas vérnyomásnál az, hogy nagyon régóta tudjuk, hogy ez a belső hámréteg megsérül. Ezt úgy hívják, hogy endotél diszfunkció. És amikor megsérül ez a belső hámborítás, akkor jönnek képbe a bélből származó baktérium törmelékek, ezek ki tudnak jutni ebbe az intima rétegbe, és ezek a baktérium törmelékek gyulladást fognak ott generálni. Az érben? Az érfalban. Aha. És az a lényeg, hogy tehát vissza kell állítani az érfal normál működését, tehát meg kell szüntetni az endotél diszfunkciót. Ebből a szempontból van jelentősége, hogy tudjuk módosítani a bél mikrobiomot, illetve nagyon egyszerű, el kell hagyni a húst. Tehát van egy nagyon egyszerű és nagyon szemléletes példa erre, ugye a vörös húsok azok nem a humán szövetekben alakítják ki a témaót, ezt egy nagyon elegáns stadiban igazolták. Vegánokat és vegyes táplálkozású embereket hasonlítottak össze, és mindenki kapott egy cupákos hamburgert. A vegyes táplálkozásoknál kilőtt a témaó szint a várakozásnak megfelelően, a vegánoknál nemhogy nem ki nem lőtt, hanem nulla szinten maradt. És innen lehetett tudni, hogy hogy baktériumok okozzák. Tehát, hogyha a húsevéssel összefüggésben oda telepedő baktériumok valakiben nincsenek benne, már pedig vegánokban nincsen, akkor egy vegán ember néha eszik hamburgert, semmi baja nem lesz. Magyarán nem arról van szó, hogy egyáltalán nem szabad húst tenni, hanem drasztikusan csökkenteni kell a hús, és egyébként az állati fehérjéknek a fogyasztását. Aha. Tehát ez az egyik és a csirke, meg az ilyen fehér áltatlanságok. Állati fehérjékről beszélünk, tehát ebben a sajttól kezdve minden benne van. Semmi ilyet? Ha valakinek magas vérnyomása van. Értem. Tehát ha valakinek magas vérnyomása van, akkor pontosan tudjuk, hogy az érfalban ott van a gyulladás. Tehát az egyik dolog, hogy csökkenteni kell az állati fehérjéket. Még egyszer nem azt jelenti, hogy nyers vegán diétát kell holnaptól kezdeni, hanem csökkenteni kell. A másik pedig az, ilyen nagyon fontos tünet, hogy nagyon sokszor ez együtt jár egyébként az inzulin rezisztenciával és egy mTOR nevű fehérjének az aktivitásával, ami gátolja a bélhámnak a regenerációját. Ez egy borzasztó fontos dolog, mert úgy tűnik, hogy ez az mTOR fehérje, ez a legfontosabb anyagcsere kapcsológomb a szervezetünkben, ami a táplálkozás és a karbantartás közötti üzemmódváltást meg tudja csinálni. Tehát úgy kell elképzelni, mint Paksnál. Tehát Paksnál is vagy termel egy reaktor, vagy karbantartják. Mert hogy most nem menjünk bele, hogy ez sejtszinten pontosan az organumoknál hogy zajlik, de a lényeg az, hogy az a fehérje készítő, gyártó kapacitása a sejtnek, ez vagy karbantartást végez, vagy emészt. És úgy vagyunk evolúciósan összerakva, hogy ha van táplálék, akkor megpróbálunk tartalékolni holnapra, mert holnap majd nem lesz.
Szakaszos diéta, csak ennyit még igen. gyorsan, hogy vegyük ide azt, hogy mostanában nagyon gyakran hallható az, hogyha nem eszem csak 8 órán keresztül egy evőablakban, és az összes többi időben nem eszem semmit, igen. hogy akkor azzal én jót teszek a beleimnek. Ez igen. így van? Ez így van. Ide akartam kiukadni. Tehát ez egy nagyon egyszerű dolog, tehát függően attól, hogy valakinek túlsúlya vagy nem, ha nincs túlsúlya, akkor azt javasoljuk, hogy kalóriakontroll mellett kezdje el szűkíteni ezt az ablakot. Magyarán meg addig úgy tudja, olyan tempóban tudja szűkíteni, amilyen tempóban még képes megenni azt a mennyiségű élelmet, amivel nem fog fogyni. Aha. És ezzel párhuzamosan nyilván, akinek túlsúlya van, ahogy elkezdi szűkíteni, el kell tudnunk kérni azt, hogy egyébként csökkenjen a súlya, és akkor itt jönnek be ezek a nagyon korszerű, új és rendkívül fancy étvágycsökkentő GLP-1 analógok, nem mondjuk most a brand nevüket, amik segítenek abban, hogy egy picit csökkentve és nem célértékre maximális dózisban kezelve, mint a cukorbetegeknél, egy kis dózisban adagolva és átmenetileg lehetővé teszik azt, hogy ezt szociálisan internalizáljuk, hozzászokjunk ahhoz, hogy délután 2 és 6 között táplálkozunk, mert nem leszünk igazából éhesek mellette. És az ennyi, ha ez kialakult, el lehet hagyni a gyógyszert, marad a délután 2-től 6-ig étkezés, ha magas vérnyomása van, akkor csökkentse a húsbevitelt, és egyébként, ha pedig, most leegyszerűsítve mondom, elmegy egy laborba, és ez a DAO nevű enzim szintje, ez alacsony, akkor így távolról mondom, hogy biztos, hogy az állati fehérjéken kívül a glutént is átmenetileg ki kell hagynia. És a glutén és a főleg a tejfehérjék kihagyása mellett helyre fog állni szép lassan a bél integritása, és én azt mondom, hogy így nagyon leegyszerűsítve az emberek 80%-a egy éven belül, persze nagyon fontos, hogy rendszeresen mozogjon, iszonyú fontos, mert hogy az alvás minőséget monitorozni kell. Itt most megint nem szeretnénk semmelyi gyártónak, mármint ilyen kütyűgyártónak reklámot csinálni, de vannak különböző gyűrűk, vannak órák, amivel ezt mérni lehet, és nem kell nagyon szofisztikált dologra gondolni. A legegyszerűbb órával is, fitness órával is, tehát telefonálni nem tudó fitness órával, aminek van alvás monitorozó funkciója, meg lehet azt mondani, hogy van-e még mély alvás, vagy milyen mértékű a mély alvás arányunk, és ez a visszajelzést fog adni nekünk arra, hogy a vegetatív regenerációs pihenés ciklusunk megfelelő-e. Most azt lehet látni, hogy aki elkezdi mérni, annak az emberek döntő részének nem az. Tehát mert hogy nagyon-nagyon leegyszerűsítve mondom, van ez a vegetatív pihenő része az alvásnak, ez döntően az éjfél előtti szakaszban van. Kitalálták, kiderült, hogy éjfél után ez gyakorlatilag nem lehet pótolni. Tehát amit nagyanyáink mondtak, hogy az éjfél alatti alvás az nagyon fontos, ez ezért van így. Tehát éjjel egykor fekszünk le, nem tudjuk azt a mély alvás mennyiséget pótolni, tehát ilyen fél óra, 3-4 órányi mély alvásunk van, csak a 2 óra, minimálisan 2-2,5 óra helyett. Ugyanakkor a REM ciklusú alvásban gazdag szakaszok azok éjfél után következnek, és a szubjektív pihenés, nyugalom érzés az alvás után az a REM fázisból adódik, tehát, és utána jön már csak a szendergés, ami szintén nagyon fontos, nem tudjuk még a... De leegyszerűsítve azt mondom, hogy egyébként, ha a REM fázis rendben van, akkor általában úgy ébred az illető, hogy tök jól aludt. Igen. Tehát nem föltétlenül tapasztalja azt, de hogyha elkezdjük mérni, akkor pontosan lehet látni, hogy egy pohár bor tökéletesen tönkreteszi a mély alvást. Tehát olyan szintű vegetatív zavart idéz elő azáltal, hogy tönkreteszi az impregnáló réteget, egy gyulladást kezdeményez, és hisztamin szabadul föl, és ez a hisztamin egyébként a készenléti, a talamusz, a közti agyban lévő, és egyszer beszélgettünk Tóth Adriánnak közösen itt ebben a műsorban, a fejfájás és a közti agy készenléti szabályozásáról, és úgy tűnik, hogy ez a hisztamin mediálta közti agy készenlét az, ami utána egy sokkal felszínesebb alvást, ezáltal gátolt mély alvást és gátolt regenerációt eredményez. Jó, de óvatosan megjegyezném azt, hogy ha azok az emberek, akik szeretnének vérnyomást csökkenteni magukon gyógyszer nélkül, szeretnének kiegyensúlyozottabban élni és megszabadulni az eddig nem is tudott gyulladásaiktól, azoknak az étrendjét kell kapitális módon megváltoztatni, az étkezési ritmusát kell megváltoztatni, és nem nyúlhatnak egy pohár borhoz, ez irreális. Magyarországon az, hogy ne igyon meg valaki egy pohár bort, az nonsens, szerintem. Egy dolgot hadd vessek közbe. Tehát az a szomorú hírem van, hogy egy kezelt magas vérnyomással, mondjuk 5-10 éve kezelt magas vérnyomással kezelt páciens,
ha eljön egy koponya emelre, vagy elmegy egy koponya emelre, akkor ott 6-8 mikrosztrókot már láthatunk. Ezek egyébként korábban úgy írták ezeket le, hogy korral összefüggő fehérállomány léziók, ez volt a diszkrét megfogalmazás, míg nem egy magyar származású Amerikában született neuroradiológus le nem írta ennek a klasszifikációját és a stroke progressziót. Tehát én azt tudom mondani, hogy bátran tessék ezt tovább csinálni, hogyha elmegy, amíg elmegy és egyetlen ilyen fehérállomány léziója sincs, addig ez megengedhető. Aha. Amikor ez elindult, akkor gyakorlatilag elkezdte az orosz rulettet puffogtatni, és a töltényeket, a kollégáim, ugye neurológus kollégákkal dolgozunk együtt, tudom, hogy 10-15 néma sztrók után jön az első tünetes sztrók. Tehát, hogyha ha valakinek már ott van 6-8 fejrállomány lézió, akkor lehet folytatni ezt az életmódot, és nem váltani, de annak sztrók lesz a vége. Vagy infarktus, vagy sztrók. És az, hogy ma ennyire drámai a szív- és érrendszeri megbetegedések és halálozás aránya, az pont azért van, mert ez a kommunikációnk erről, hát azzal úgy sincs mit csinálni. Nem. Én szívesen, ráadásul hitelesen tudom képviselni, nem iszom, mert nem tudom bontani az alkoholt. Tehát, hogy én simán tudok alkoholmentesen élni, és ebből azt projektálom, hogy más is tudhatna alkoholmentesen élni, de közben meg tudom, hogy nem tud. Most tehát, hogy egyszer egy sztrókosztályra, tessék elmenni egy sztrókosztályra, azt javaslom mindenkinek, nézze meg, hogy félig lebénult emberek hogy élnek utána tovább. Gondolja azt végig 50 évesen, hogy akarja még látni normális életminőségben együtt élni az unokáival, meg a családjával, vagy a szeretteivel, és mérlegelje azt, hogy ez megér-e egy pohár bort. Hát egy vicc. De nem csak a borról beszélünk itt, vagy megéri a minden héten sztékezést, meg grillezést, meg nem tudom. Úgy tűnik sajnos, hogy ez a téma, ez a legfinomabb kéreg, a húsra sült kéregből származik, tehát sajnos ezeket mind abba kell hagyni. És mi a helyzet a zöldség grillezés? Az is káros? Nem. Nem. Hát a mai tudásunk szerint nem, bár hozzá kell tenni, hogy egyébként a legbiztonságosabb a nyers vegán táplálkozás, és ehhez képest mondjuk azt, hogy ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek nyers vegánnak kell lenni, hanem egy nyers vegán irányú diéta bevezetésével, tehát ennek a nyers vegán irányú gazdagításával, és mondok egy nagyon egyszerű példát, mindenki azért mit tudom, egy rizst, egy barna rizst, vagy egy kinoát el tud képzelni köretként, ezt egyszerűen nem egy főzelékkel kell helyettesíteni. Magyarok egymás sarkát tapossák, hogy kinoát vehessenek. Hát azért a realitásokhoz térjünk vissza. Legyen akkor a rizs. Legyen a rizs. De hogyha mondjuk a rizs, barna rizs, és akkor azért a bulgurtól kezdve ezeket az ágabonákat tegyük be, én csak azért tennék hozzá olyat, ami gluténmentes, mert a hajdin, a köles, kinoa egyébként ennek egy nagyon jó alternatívája, és mint trükköt hadd javasoljam azt, hogy igen, akkor egy sima, amit szívesen eszik a család, egy sima rizs, ahhoz képest, mint hogy egy rizibizit, ugye zöldséggel dúsított rizs, ezt ugyanúgy meg lehet csinálni nyers zöldségekkel is, csak fel kell aprítani, vannak zseniális konyhai gépek, fél kiló nyers zöldséget bele lehet dobni, egyik nap egy kis brokkolit, egyik nap egy kis kelbimbót, aztán avokádó, semmi. Így nyersen föl kell darabolni, de nem turmixolni, hanem csak össze darabolni, tehát így gyakorlatilag, mintha nagy lyukú reszelővel lereszelnénk, igen, de ez így egy kanállal fog nélkül nagyon jól megehető, ezt a 97 éves apám nevében nyugodtan mondhatom, hogy ez így működik. És akkor össze kell ezzel keverni, és először elég, hogyha 95-5%-ban tartalmaz nyers zöldséget, és akkor hétről létre aztán 10%, aztán 15, aztán 20, és szép fokozatosan azt fogja észrevenni a család, hogy sokkal szívesebben, ugyanis arról van szó, hogy ez egy ökoszisztéma, ami velünk él, tehát nem lehet megtenni azt ott a választókerületünkkel, ugye a baktérium, akik ráadásul abszolút többségben vannak, hogy most egyik napról a másikra teljesen megváltoztatjuk az életkörülményeiket, de hogyha fokozatosan, lassan vezetjük be ezeket a változásokat, akkor ők ezt nagyszerűen tudnak alkalmazkodni. Csirkemellel, nem lehet? Csirkemell a sajnos állati fehérje. Tehát amivel, értem. Amivel gazdagítani kell, de lehet hozzá csirkemellet tenni, csak amivel gazdagítani kell első körben a rizst, azt mondom, hogy tegyünk hozzá egy pici ágabonát, tehát a gluténmentes ágabonát, és tegyünk hozzá, ami egyébként keményítőben szegényebb, és tegyünk hozzá nyers zöldség reszeléket. És ez egyébként ugyanígy főzelékekkel működik, tehát bármit lehet így dúsítani egyszerűen, amikor már elkészült és nem főzzük tovább, akkor egyszerűen egy ilyen felvágott fél kiló, negyed kiló nyers zöldség keveréke 6-8-10 féléből a sütőtöktől, a paddizsánig, a cukkinitől, bármit így apróra vágva hozzá lehet keverni, és ez nyersen ugyanúgy ezzel a főtt köretszerűséggel egy ilyen jópofa
azt szoktuk mondani viccesen a betegeknek, hogy ilyen bácskai rizses hús konzisztenciájú dolog jön ebből ki, csak ugye rizs és hús nélkül, aha, mondjuk kínoával, és ezt össze lehet keverni mondjuk humusszal, össze lehet keverni avokádókrémmel, tehát guacamole szósszal, vagy pestóval, különböző finom pestókkal, és az a lényeg, hogy attól függően, hogy milyen gabona vagy álgabona az alap, ezeket lehet kombinálni, attól függően, hogy milyen nyerzöldségek nyesetéből vagy reszelékéből tesszük hozzá, és hogy milyen szósszal dúsítjuk, utána még mindig rá lehet rátenni sült zöldségeket, lehet hozzátenni néha a húst, és egy nagyon változatos diétát lehet naponta 3 perc alatt összekészíteni, egyébként sokkal olcsóbb, mint a mindenféle rendelős étkeztetés, és azt gondolom, hogy hosszú távon sokkal egészségesebb. Hát ez nagyon jól hangzik, én nagyon kívánom mindenkinek, hogy gondolja végig, fontolja meg, kísérelje meg egy hétig, hogy lehetséges-e. Azt, hogy mennyire olcsó, azt nem tudom, mert hogyha avokádózunk, kinoázunk, nem tudom, én majdnem kijön húsba is, húsárba is, de akkor is megéri megpróbálni. Hát még az intermittent fasting vonatkozásában ugye eleve kevesebbet kell lenni az esetek többségében. Tehát arra jön rá az ember, hogy tulajdonképpen ahhoz, hogy a normál testsúlyát tartsa az ember, drasztikusan kevesebbet kell lenni. Értem. Akkor ennek jegyében köszönöm Schwab Richárdnak, hogy mindezt elmondta, önöknek meg a megfontolást ajánlom, és legközelebb miről is beszélünk, mert... Legyen a vastagbérek. Ó, ígértél valami olyat, ami különleges, nem tudom, lehet, hogy az a vastagbérek. Jó, mindegy, legközelebb is találkozunk, és valami szokatlan fognak meghallani majd a belekkel kapcsolatban. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!